pénz, a Paszabi Postán. Néhány hétig ezt nem lehetett megtenni, mivel decemberben bezárt a hivatal. Február 27-én viszont újra indult a szolgáltatás, aminek mindenki örül a közel 1400 lelkes településen. Nagyon örül a lakosság, boldog, boldogok vagyunk, hogy így alakult, hogy visszakaptuk a postahivatalt, mert hiányzik. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak valamennyi szolgáltatáshoz. Egy ilyen településen, mint Paszab, ahol 1350-en laknak, nagyon fontos, hogy az emberek megszokták, hogy a, a közüzemi szolgáltatások, a közintézmények rendben vannak. Hiszen, ha az elmúlt években nézzük, akkor itt bölcsöde, ovoda, iskola felújítása történt meg, a népművészeti ház felújítása, a polgármesteri hivatal energetikai felújítása, nem sokára elkészül a Paszabot-Tiszabercel összekötő út aszfaltozása, belterületi utak történtek, és a postá ahhoz meg ragaszkodnak az emberek, hiszen itt minden lehetőség megvan arra, hogy csekket fizessenek be, csomagot adjanak föl, levelet adjanak föl, képeslapot adjanak föl, és készpénzes ellátás, sőt, telefontöltésre is lehetőség van, illetve készpénz felvételre, illetve befizetésre is lehetőség van. Én azt gondolom, hogy nekünk az a célunk, itt a választókerület 20 településén, amelyben vannak kisebb 1500 alatti települések is, hogy mindenhol működjön posta, vagy az önkormány. Vagy egy vállalkozó közreműködésével. A postahivatalt az önkormányzat működteti, ez viszont nem jelent komoly terhet a költségvetés számára, ráadásul a nyitáshoz kapcsolódóan új a település arculatához illő utca és táblák kerültek az épületekre. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy nem jelenterhet, mert, mert a, a postával való szerződés alapján egy bérleti díjunk van, ami egy elenyésző összeg, viszont az a segítség, amit megkaptunk a postától, az, hogy a képzést, aki a posta hivatalba dolgozik, azt ingyenesen biztosította a posta igazgatóság, és betalította a dolgozót, aki itt dolgozik. Itt tulajdonképpen egy bérleti díj van, és a rezsiköltség költség van, amit nyilván az önkormányzat az magára tud vállalni, mert az nem jelent a jelentős összeget ezt a települést nagyon várta. Mi abban tudtunk segíteni a postának, és ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugye a kézbesítés az ugye Ibrány a központi posta, és onnan történik majd a kézbesítés, hogy az önkormányzat, és ez látszik is a postának a falán, hogy valamennyi ingatlannak biztosítottunk házszámtáblát, ami teljesen egységes, a táj jellegének, a falu arculatának megfelelő paszabi címerrel és utca van ellátva, így megkönnyítettük a kézbesítést is, és így nyílhatott meg még külön a posta is. A polgármester még elmondta, hogy a Magyar Falu program keretében hamarosan elkezdik a Bercsényi utca felújítását. Emellett pályáztak forrásra egy nappali ellátás biztosító idősek otthona építéséhez is.